és én nem értem, hogy hogy keveredhettünk ebbe bele. Pészból ütővel rabolt ki egy benzinkutat a bíróság előtt álló vádlott. Ez volt az alaptörténete a szexuális törvényszéken középiskolás diákoknak bemutatott perszimulációnak. A perben érintetteket és a jogászokat is szakértő bírók alkották, hogy minél hitelesebb legyen a látvány. A közel két órás programot a Szekszárdi Garai János Gimnázium 80 diákja érdeklődéssel hallgatta végig. 3 éve ezelőtt került sor az első ilyen perszimulációra. A nyitóbíróság programban évente országosan közel 60 ezer diák vesz részt, Szekszárd, illetve Tolna megye is elég előkelő helyen van, hiszen az elmúlt évben több mint 3 ezer diákot láttunk vendégül. Sokszor felmerül a kérdés, hogy hát mi közük van a gyerekeknek a joghoz. Ahogy megnézzük a mai időben gyakorlatilag az internet, a közösségi oldalak, de akár a közlekedés is olyan kihívások, amelyek bizony a gyermekeket is érintik, és hát meg kell találni azokat a csatornákat, amelyeken információt adhatunk. Úgy éreztük, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében ebben nekünk is lehet részünk. A forgatókönyv szerint a pert, ahogy a történet halad előre, időről időre megállítják, hogy egy szakértő átbeszél a diákokkal, hogy mit is láttak és hallottak addig. Számomra nagyon megnyugtató volt, hogy bevonhatók voltak a PER feldolgozásában, érdekelte őket a munkánk, és úgy érezzük, hogy ez a kb. Másfél órás program, amelyet hát figyelemmel kísértek végig, ez majd hagy olyan nyomokat és olyan információt náluk, amit majd fel fognak tudni használni. Emellett természetesen megismerik közelről, és megismerték a munkánkat, és abban is bízunk, hogy egy új perszimulációs anyagot is készítettünk, hogy a következő alkalommal már ebben láthatjuk őket ismét vendégül. Ezek a felvételek Tamásiban készültek néhány hete. Ott egy másik perszimulációt mutattak be a helyi járásbíróság jogászai gimnazistáknak, de nem csak ilyen módon igyekeznek a szexuális törvényszék és a hozzátartozó bíróságok szakemberei közelebb vinni az emberekhez a munkájukat, és megmutatni, hogy miként dolgoznak, vagy éppen hogy milyen következményei lehetnek egy-egy meggondolatlan tettnek. Éppen ezért is csatlakoznak idén Szekszárdon a Múzeumok éjszakája nevű országos programsorozathoz június 22-én. Kinyitjuk a bíróságnak a kapuit a nagy közönség előtt, azaz azt jelenti, hogy a szexuális törvényszék Dózsa György utcai vagy Bélatéri épülete mindenki számára nyitva fog állni június 22-én a délután folyamán, melynek során szeretnénk azt biztosítani, hogy bárki, nem csak az iskolások, akik eddig részt vehettek a nyitott bíróság programban, hanem bárki, aki érdeklődő részt venne a programokon, belelátna a bírák munkájába, belelátna az igazságszolgáltatásnak a bíróságokkal kapcsolatos rendszerébe, nyitottá válna a bíróság. A programnak a része mindjárt egy tárlatvezetéssel kezdődik a szexuális törvényszék épületében. Megmutatjuk magát az épületet a pincétől a padlásig. Az érdeklődők így olyan helyszínekre is bejuthatnak, amik az év többi részében zárva vannak a civil látogatók előtt. Megnézhetik azokat a tárgyalótermeket, azokat a bírói szobákat, azokat a helyiségeket, benne a rabőrzőt is, amelyet egyébként nem nyitunk ki a nyilvánosság számára. Szeretnénk, ha minél többen belelátnának a munkánkba, és ezáltal a nagy közönséget tudnánk tájékoztatni több mindenről. A szexuális törvényszék bejárása június 22-én bárki számára lehetséges, a részvétel viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Az idei Múzeumok éjszakája tehát igazán érdekes programmal bővül Szekszárdon. Az érdeklődés bizonyosan nagy lesz, ezért azt tanácsoljuk, hogy aki menni akar, regisztráljon minél előbb a szexuális törvényszék internetes oldalán. Aki részt szeretne venni, bővebb tájékoztatást olvashat a rendezvényről a szexuális törvényszék honlapján, a www.szexuálistörvényszék.hu oldalon, ahol megtalál minden részletes programot, a regisztrációval kapcsolatos teendőket. Ezt követően mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre.